Az Európai Fesztivál Szövetség idén tavasszal választotta be a domtéri játékokat a legjobb európai fesztiválok sorába. Döntésüket azzal indokolták, hogy rendkívül különleges, minőségi rendezvényről van szó. Harangozó Gyula művészeti vezető tájékoztatóját azzal kezdte, hogy ehhez az elismeréshez szeretnének hülyek maradni, és ezért az új évad tervezésénél a sokszínűségre törekedtek. Ami kiemeli a Szegedi Szabadtérét az összes fesztivál közül Európában, de mondhatom talán a világban is, hogy a palettán rengeteg szín van, és saját premierekkel tetézzük még ezeket a színeket. Tehát itt több műfaj van jelen, és ez az egyediség, ez az, ami vonza a közönséget egyrészt, másrészt pedig, ami tényleg abszolút kiemeli a fesztivált, mert sokkal nehezebb ezt az egészet megszervezni. Elmondta azt is, hogy amikor 5 évvel ezelőtt átvették az intézmény irányítását, céljuk az volt, hogy Hamvaiból feltámasszák az operajátszást és a prózát a szabadtérin. Ezért kezdik jövőre is operával, Verdi Rigolettójával az évadot. Shakespeare tavaly és idén is bizonyított prózában, így jövőre a Rómeó és Júliája kerül színre. Sokak kedvence Alföldi Róbert rendezőként tér vissza a Hegedűs a háztetőn című darabbal, mely most szerepel először a fesztivál műsorán. Azt még ugyan nem lehet tudni, hogy a nagy közönség idén hogyan fogadja a Notre-Dame-ban élő Quasimodo történetét, de a szervezők megelőlegeztek a 2018-as évadra is a műnek 3 előadást. Az idény az Apáca show-val zárul majd, melytől a Mamma Mia-hoz hasonló sikert vár a vezetőség. Ez egy befutott film, úgy, mint a Mamma Mia, és a befutott film alapján készült egy musical teljesen más zenével, mint amit a filmből megismertek. Egy Broadway és West End győztes musicalről van szó, ami Magyarországon először itt a Domtéren kerül bemutatásra. Több mint bizakodóak vagyunk ennek a fogadtatásában. Úgy gondoljuk, hogy ez a Mamma Mia-t méltán felváltó produkció lehet. A zeneszerző, a ismert film és a majd későbbiekben kiderül a fellépők személye, bizonyosan garanciát nyújt arra, hogy egy újabb sikerszériába kezdünk most a 2018-as évtől. Az igazgató végül hozzátette, bíznak abban, hogy jövőre az új szegedi szabadtéri színpadon lévő előadásokkal is tudják majd szélesíteni a repertoárt. Ami azonban biztos, hogy a 2018-as domtéri produkciókra mostantól megvásárolhatóak a jegyek.